Vannak devizahitelesek, akik a forintosítás után sem fizetnek, ez a Magyar Nemzeti Bank jelentéséből derül ki. A magyar GDP közel 5%-át teszik ki a nem teljesítő jelzálog hitelek. A lakáshitelek törlesztő részleteivel közel 230 ezer család marad el. A forintosítás után 140 ezer adós gondolja úgy, hogy problémája megoldatlan maradt. A forintosítást követően többen az illetékes pénzügyi tanácsadó szervekhez fordulnak. Nagyon sokan voltak kíváncsiak arra, hogy szabályszerűen készültek el ezek az elszámolások, illetve hogy valóban a jogszabálynak megfelelő eredményeket hozták-e, és a visszajáró összeg az helyesen lett-e kiszámolva. Ezzel párhuzamosan nagyon sokan voltak, akik csak pusztán azért kerestek meg minket, mert úgy érezték, úgy gondolták, hogy az elszámolásnak az eredménye, a fogyasztói követelés alacsonyabb összegben teljesült, mint az ő várakozásaik, ezt előrevetítették, és szerettek volna arról tájékozódni, hogy hogyan lehet esetleg további könnyítést, vagy további tartozás csökkenést elérni, hiszen a fizetési nehézségeiket nem oldotta meg maga az elszámolás, illetve hát a forintosítás. Többel tartoznak, mint amennyit a lakás ér, és az átváltás után is sokalják a törlesztő részleteket. Ez az adósok legjellemzőbb problémája. Azok az adósok, akik az átváltás után sem fizetnek, már ténylegesen a lakásuk elvesztésével állnak szemben. A NAV adatai szerint a nem fizetők 62%-a megtehetné, hogy törleszt, jövedelemmel rendelkezik. Voltak olyan ügyfelek, akik úgy érezték, hogy továbbra is nehézséget okoz számukra a hiteltörlesztés, annak ellenére, hogy a hátralékuk jelentős része mondjuk elolvadt, vagy csökkent a tőke törlesztésük. Lehetőség volt arra, hogy díjmentesen kiváltsák az új forintosított hitelszerződéseiket az adósok. Ez azt jelentette a gyakorlatban, hogy azt követően, hogy megkapták a forintosított hitelszerződés feltételeit, felmondhatták, és 90 nap alatt egy új hitelszerződés megkötésével kifizethették, és tulajdonképpen átkonvertálhatták egy új forint tartozásra ezt a meglévő adósságot. A bankok jelenleg 1450 milliárdnyi nem teljesítő jelzálog hitelt kezelnek. Mészáros Rinaldo a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ehhez a legutolsó információhoz még annyi hozzátartozik, hogy ebből az 1400 milliárdnyi nem teljesítő jelzálog hitelből körülbelül olyan 100 ezer nem fizető ingatlan hiteles van ma Magyarországon. Kezdjük talán ott, hogy kik lehetnek azok, akik a forintosítás után, és főleg lakáshitelekről beszélünk, nem elégedettek a jelenlegi törlesztő részlettel, illetve a jelenlegi hitel tartozásukkal? Hát valószínű, hogy úgy jött ki ez a számtalan példa, hogy ezelőtt egy olyan 6-8 évvel, aki felvett egy jelzálog hitelt, tehát a lakást vásárolt konkrétan, akkor a lakásárak elég magasan voltak. A svájci frank az meg egy ilyen 150 és 160 forint között van. Jelenleg, tehát az elmúlt 6-8 évben a lakás áraknak borzasztóan lefele mentek, ez azt jelenti, hogy a 30-40%-os csökkenés megfigyelhető Nyíregyházán, Szabolcs megyében, sőt vidéki ingatlanoknál még nagyobb, és a svájci franknak a felértékelése után, ami közel a tőketartozása szinte megduplázódott, tehát az elmúlt 6 évben, 8 évben csak kamatot fizetett. Most, hogyha néhány évvel ezelőtt húzott egy szaldót a kedves lakós, akkor arra jött rá, hogy a tőketartozása annyi vagy magasabb, mint az ingatlannak a forgalmi értéke. Mivel az ingatlan forgalmi értéke hiába, hogy magasabb forgalmi értéket követeltek meg, hogyha kevés önerőt tett hozzá, sok hitelt vett föl rá, akkor a lakásnak a forgalmi értéke nem ért el azt az összeget, mint amennyi a tőketartozása. Most innentől valahogy fejbe feladta, hogy ezt kifizeti ezt a tartozást, mert egyrészt nem volt miből, és rájött, hogy nem érdemes. És innentől borzasztóan kezdtek lepusztulni ezek az ingatlanok, és innent eladhatatlanná váltak. Tehát főleg úgy, hogy
hogy a bank úgy árulja, hogy a régi lakos még benne lakik, tehát elijeszti a vevőt. Ez abból a szempontból is érdekes, mert ebből a jelentésből az is kiderül, hogy főként vidéken jellemző ez a nem fizetés, és a kisebb településeken, ahol egyébként az ingatlanok forgalmi értéke még az átlag alatt van jelen pillanatban is, holott már egyébként az ingatlan árak valamelyest emelkedtek. Most a szakértők a nagyobb településeken, igen. Na most a szakértők azt mondják, hogy a forintosítás után az árfolyam kockázat eltűnt, de megnőtt a kamat kockázat. Mit jelent ez? Hát az, hogy a svájci franknak nagyon alacsony volt a kamata, viszont a svájci frankba kellett törleszteni. Tehát nem a kamat ölte meg ezeket a hiteleket, hanem az árfolyam növekedése. Most ezt az árfolyamot, amikor tehát a Magyar Nemzeti Bank, illetve hát az állam hatására ezt átváltották forintra, akkor döbbentek rá, hogy ez mekkora szám. Mert addig, amíg látta, hogy 22.437 svájci frannal tartozom, hát ez kevesen vették elő a kisgépet és szorozták be, hogy mennyi. Amikor beszorozták neki, hogy hány millió ez, és megnézett egy hirdetést, hogy mennyi a lakási értéke, akkor jött rá, hogy nem ér annyit. Holott már 6 éve fizeti a törlesztést, ami csak kamatot fizetett. És nagyon sok olyan konstrukció volt ezelőtt 6 évvel, hogy 7 évvel, hogy lakást, tehát LTP-t vettek föl, lakás előtakarékossági szerződést kötöttek, ami 8 évre szólt, és most döbbent meg, hogy eddig csak a lakástakarékot fizette. A lakástakarékot és a tőkének a kamatát, egy bizonyos kamatát, és amikor lejár neki majd 2 év múlva, vagy 1 év múlva az LTP-je, akkor kezdi el törleszteni csak a felvett, 8 évvel ezelőtt felvett hitelét. És ez döbbenet, hogy mennyire meg fog emelkedni. Tehát 3-4-szeresére is emelkedhet a törlesztő részlete majd 2 év múlva. Tehát visszatérve még ehhez, hogy a forintosítás után megnőtt vagy növekszik a kamat kockázat, ugye most ez abból a szempontból is fontos vagy jelentős, hogy jelen pillanatban a jegybanki alapkamat alacsony szinten van. 1,35 mai napon. Illetve hát jelent, lényeg az, hogy levitték annyira jegybanki kamatot, hogy már sokkal csökkenteni nem lehet, illetve megszűnt az infláció az országban, szinte teljes mértékben lassan már defláció van. Ezzel szemben a hiteleknek a kamatát nem vitték le eddig, tehát a kereskedelmi bankok most is egy olyan 8-10%-os THM-mel tudnak nyilván hitelt kihelyezni, és erre jönnek még a járulékos költségek, mint a közjegyzői, a számlavezetés, egyéb díjak. Mi lehet a megoldás ezeknek az adósoknak a számára? Megérnie a hitelátváltás, illetve hát, ha a hitelátváltásról is van szó, akkor mi az, amire odafigyeljenek? Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ha a törlesztő részletekkel van problémájuk, akkor a hosszú távon fix kamatozású hiteleket érdemes vagy érdemes lenne választaniuk. Hát van ennek reális esélye? Hát jelen helyzetben minél rövidebb kamat periódusot lenne érdemes választani, viszont itt már akinél baj van, akkor a baj, hogy ő neki már sok mindent nem választhat. Tehát ezek az ingatlanok már azóta annyira lepusztultak a tartozás. Ezekre, amiről beszélünk, ez az 1450 milliárd forintnyi összeg, ezek 90 napon túliak. Tehát az azt jelenti, legalább minimum 3 hónapja nem törlesztette. Hát ebből lehet valamennyi rész, aki mindig vigyáz, hogy csak 3 hónap elmagyarázása vannak, de van, akinek 10-20-30 hónap elmaradása van. Ők már ezt lelkiekben feladták, tehát használják az ingatlant, amíg a bank nem tudja értékesíteni. Most egyébként a lakáshitel piacon minimum olyan 6-8 féle hitelkonstrukció van. Valamelyik esetleg azoknak, akiknek még nincs minden veszve, lehetőséget nyújthat el ön szerint? Hát vélemény, át kell nézni minden banknak az ajánlatát. Nagyon jó programok vannak fel az interneten, pénzügyi tanácsadót igénybe véve össze lehet hasonlítani őket, de szerintem nekik már ez nem lesz segítség, mert ezek annyira bedöglött hitelek, hogy ezeket vagy a bankok leírják veszteségnek, vagy hát mentenek ki, amennyit tudnak a jelzálogból. Na most arra azért gondol mindenki, hogy mi történhet azzal vagy azokkal, akik nem csak késedelmesen fizetnek, hanem egyáltalán nem fizetnek. Jelen pillanatban még kirakoltatási moratórium van érvényben, ha jól tudom, és a hideg idő miatt ez a tovább marad. Igen. Télen gyerekes családot, meg családokat nem lehet kilakoltatni Magyarországon, viszont hát eljön a tavasz is előbb-utóbb.
Még egy fontos kérdésről beszéljünk, nem a lakáshitelekről, hanem az autóhitelek átváltásáról, forintosításról, hiszen itt van egy dátum, december végéig meg fogják kapni az elszámoló levelüket azok is, akiknek devizában felvett autóhitelük van. Ugyanez lesz a helyzet, ugyanígy elégedetlennek lesznek, vagy lesznek olyan törlesztők, amit már úgy érzik majd, hogy nem is lesz értelme befizetni. Ugye az autóknál még nagyobb, meg gyorsabb az elértéktelenedés. Igen, de az rövidebb futamidejűek voltak. Az autóhiteleknek a devizában a felvett autóhiteleknek a legnagyobb része már lejárt. Amik vissza vannak, azok is, akinek 2-3 éve van, abban fog, tehát ő is azt fogja látni, hogy az autója nem ér már annyit, mint amennyi a tőketartozása, viszont nagy valószínűséggel, hogyha eddig fizette, végig fogja fizetni, megvárja azt, akkor is, ha nem éri meg. Hozzánőtt az autójához. Az autót jobban szeretik, mint a... Köszönjük szépen. Én köszönöm.